A horvátországi magyarok demokratikus közössége augusztus 21-én Kiskőszegen alkalmi műsorral emlékezett meg a magyar történelem egyik legnagyobb alakjáról, Szent Istvánról. Az államalapító királyunk tiszteletére rendezett központi ünnepség szónoka Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt, aki beszédében kiemelte, Szent István ünnepe arra hív minnyájunkat, hogy higgyünk magyar közösségünk jövőjében, és tegyünk azért, hogy utódaink hálásak legyenek ezért a hűségért. Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezer éves folytonosságának emléknapja, Magyarország hivatalos állami ünnepe. Ez a nap piros betűs ünnep minden magyar szívében, határokon belül és kívül egyaránt. Őseink emléke előtt tisztelegbe ünnepeljük meg mi is évről évre. Államalapító Szent István királyunknak a munkája történelmi tette abban áll véleményem szerint a mai kor, a mai politikumnak, hogy az állam az egy szent és sérthetetlen fogalom, amelynek vannak határai, amely egy jól szervezett, és amelyben egy nemzet, népek békességben élnek, és hát én úgy látom, mai Európa is inkább a népek és a nemzetek állama felé megy, ahogy annak idején Szent István is egy nagyon erős államot hozott létre. A horvátországi magyarok demokratikus közössége Szent István napi központi ünnepségének helyszíne idén Kiskőszeg volt, a Dunaparti magaslaton lévő kirándulóhely. Az eseményre Baranya és Szlavónia számos településéről érkeztek résztvevők. Az ünnepi műsor előtt sor került a Glotta Nyelvi Intézet nyelvi tájképek Baranyában és Szlavóniában című plakát kiállításának a megnyitójára. A kiállítás azért került a programba, hogy így módon is népszerűsítsék és szélesebb körben is bemutassák a Glotta tevékenységét. A nyelvi tájkép kutatása az egy szociolingvisztikai téma, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag segíti a magyar közösséget, hogy kívülről is lássa, milyen módon van jelen a nyelve, illetve hogy tudja tervezni a nyelvpolitikáját. A megemlékezés az Alfalusi Vegyeskar előadásában a horvát és a magyar himnusszal kezdődött. Államalapító királyunk emléke előtt tisztelegve egy alkalmi verses, dalos, táncos összeállítás következett. A szónokok a haza, a szülőföld és a magyarság megtartásának fontosságát hangsúlyozták. A központi megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédében arra emlékeztetett, hogy az 1000 esztendővel ezelőtt Magyarország vármegyéit létrehozó, egyházát megalapító István király szilárd és időtálló államot szervezett. Neki köszönhetjük, hogy ezen a napon Szent István ünnepét itt, Kiskőszegen együtt magyarul ünnepelhetjük, épp úgy, mint ahogy teszik ezt nemzettársaink szerte a Kárpát-medencében, vagy a diaszpóra magyar közösségeiben. A horvátországi magyarság számára is egy kiemelkedő jelentőségű hely ez, hiszen éppen az idén ünnepli ez a település a 700. évfordulóját, és emlékezünk arra a helytállásra, amit ez a település akár a középkorban, elsősorban a török hadjáratok idején nyújtott, és nyilván pedig a II. Világháborús eseményekre, illetve a délszláv háborúra is gondolhatunk, hiszen mindvégig kitartottak itt a magyarok, és mindig újra építették ezt a települést. Úgyhogy ez a magyar helytállásnak is az egyik szimbolikus helye. Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek között Stipán Sáslin, a Darázsi járás előjárója, Kiskőszeg testvértelepüléseinek polgármesterei, de Blázió Antonio eszéki magyar főkonzul, Pirityiné Szabó Judit, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője, és Magyar József, zágrábi magyar nagykövet is. Szent István volt az a történelmi személyiség, amely, ahogy ma mondani szokták, nem homokvárra építette az országát, hanem hit népe erejében, hit a kereszténységben, és hit az akkori Európában. Szent István öröksége igazából erről szól, hogy mi egy európai nép vagyunk, mi tényleg szikla, szilárd alapokra építettük nem csak az országunkat, hanem azt a hitet, amelyik ilyenkor augusztus 20-án minden magyart körbevesz.
A műsor végén kenyér szenteléssel emlékeztek a termékeny drávaszögi és szlavóniai földeket szorgalmasan művelő, verítékükkel öntöző őseinkre, akik számára létkérdés volt az évi búzatermés és a belőle készíthető mindennapi kenyér. Az ünnepnap tűzijátékkal zárult.